Szervusztok, szép jó estét mindenkinek. A ma esti Dharma beszéd bevezetőjében szeretnék kicsit beszélni az uszodáról, a farakásról, illetve az ösvényről. Az uszoda az egy olyan érzés volt számomra, mint amikor először idejöttem ebbe a zen közösségbe. Annak idején semmit nem tudtam sem a meditációról, sem a buddhizmusról, egyáltalán arról, hogy ez hogy működik. Eljöttünk ide egy háromnapos elvonulásra, és úgy éreztem magam, mintha elmentem volna uszodába, ahol mindenki nagyon szépen tud tempózni. Én meg gyakorlatilag a levegőért küzdök. Tehát fröcsög a víz, itt fáj, ott fáj, biztos nem csinálom jól. De hát itt mindenki profin úszik, és csinálja a tempókat, menni fog ez. A háromnapos elvonulás után el is határoztam, hogy én ide többet nem jövök. Ez annyira fáj. Itt is, ott is. Viszont egy villanás megragadott, egy valami pillanat visszahúzott. Ahogyan Sunyin mondta búcsúzáskor, hogy hát majd találkozunk a tíznaposon, ő már valamit tudhatott, pedig én magamban biztos voltam, hogy igen, te gondolod majd. És tényleg, a tíznaposon utána itt voltam, mert véletlenül úgy alakult, hogy nem sikerült családi programot összeegyeztetnünk, feleségem nem kapott szabadságot akkor, nekem már megvolt a szabadság, és el tudtam jönni az első tíznaposra, ami egy nagyon nagyszerű élmény volt, mert már jobban utat tudtam figyelni arra, hogy hogyan működik ez az uszoda. A farakás az egy kicsit bonyolultabb. Erdőben lakunk, és részben fával fűtünk. A fa az kint van olyan helyen, ahol semmiféle világítás nem ér oda. Nagyon érdekes dolog, ahogy kimegy az ember a világított házból, és nem lát semmit. Oda megyek a farakáshoz, és nem látszik, hogy hogyan vannak. És hogyha egy rossz fát húzok ki, az bizony legörög, és elég fájdalmas tud lenni, ahogyan landol. Tehát tudni kell, hogy mihez nyúljak, vagy mi van a legközelebb. És hogyha ott vagyok egy ideig, akkor elkezdek látni. Alkalmazkodik a szemem hozzá, alkalmazkodik a világ hozzá, és egyszer csak ott van. Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen jó lenne eljönni egy hosszabb elvonulásra. De egy nagy nemzetközi koncernben dolgozom, annak informatikusaként, hatalmas nagy nyomás alatt. Ez mind a határidőkbe, mind a teljesítménybe nagyon komoly idegrendszeri terhelést okoz. Úgyhogy nem tudom, kinek mit mond a burnout kifejezés, vagy a egyéb stresszel összefüggő betegségek. Hát, hogyha az ENT előbb ismerik az emberek, vagy előbb ismertem volna én, akkor kikerülhettem volna ebből egyet-kettőt, de sajnos nem tanítják sem az óvodában, sem az iskolában. Helyette van Pitagórasz tétele, azt meg kevesbé használjuk. Tehát a farakásnál ott a probléma, hogy ugyanilyen farakást érzek a saját lelki világomba. Megvannak azok a lerakódott emlékképek, lerakódott dolgok, amiről tudom, hogy ott van, de nem látszik, és a hétköznapokban a nagy fényben nem is tudom meglátni. És érdekes módon, amikor gondolkoztam ezen az elvonuláson, hogy milyen jó lenne ez a hosszabb, október elején jött egy vezetőségi levél, hogy mindenkinek a cégben a felügyelemet szabadságát ki kell venni. Úgy egyszerre. Na mondom, akkor nézzük meg, hogy mit jelent ez az egyszerre, akkor én kiveszem az egész decembert. Egy csomó projekt, egy csomó határidő, nem számít. És kiadták. És utána Marian, drága kedves feleségem, akinek voltak éppen ezt az utat is köszönhetem, mert annyira támogat. És Marian azt mondta, hogy menjél nyugodtan, én vállalom a családnak a terheit, most csak magaddal foglalkozz. És ez az út, ez működik, tényleg nagyon működik. Tehát ami dolgok világossá váltak ebben a belső farakásban,
nagyon örülök, hogy sikerült ezt megcsinálni. Nem könnyű. Tehát ugyanaz, mint az uszoda, hogyha visszatérünk arra a képre, dolgozni kell benne. Tehát nem kapod meg ajándékként egyszerre, nem jön rögtön, dolgozzál. És ez a látás és nem látás kérdése, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a farakás ott van, nem látom, de tudom. És van olyan dolog, amit látok, de mégse látom igazán. Nem tudom, hallottatok-e jobbkezes, vagy jobb vagy féltekés rajzolásról. Az egy olyan módszer, amivel mindenki meg tud tanulni nagyon szépen rajzolni. Tehát az iskolában megtanultuk ezeket a pálcika emberkéket, ezzel a módszerrel 3-4 nap alatt megtanítanak portrét rajzolni saját magadról, bármiről. Csináltunk egy ilyen tanfolyamat, és nagyon megragadott az egyik gyakorlat. Tehát, hogyha megpróbáljátok csak megnézni a kezeteket, próbáljátok meg, hogy most megnézitek a kezeteket. Így, hogy csak nézem a kezem. És ha nézem a kezemet, tudom, hogy ott van, mert minden nap használom, de hogyha hosszabb ideig nézem, egyre több részlet válik rajta nyilvánvalóvá. És a maga a feladat a rajztanfolyamon az volt, hogy vegyél egy rajzlapot, tegyed a hátad mögé, és nézzed a kezedet, és rajzold le a kontúrját. De csak a kontúrját. És hogyha ezt lerajzolod, akkor nézd meg, hogy mennyi idő alatt értél körbe, ettől a helytől eddig a helyig. Akkor jó a rajzod, hogyha ez 2,5 perc. Hogyha 2,5 perc alatt így szépen végigmész. Mert akkor a figyelmed ott van, akkor a figyelmed koncentrált, és ténylegesen látod azt, amit, azt, ami előtted van. Hát a 3 nap alatt sikerült a 10-valahány másodpercről fölküzdeni 50 másodpercre, 1 percre ezt az időt, de valahogy az ember is így van, hogy van valamink, az az elme, amit használunk, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, és nem is figyelünk rá annyira. Ott van, de nem teszem rá a figyelmet, nem koncentrálok rá, dolgozik. És itt van lehetőség tényleg arra, hogy most koncentráltan nézzük meg, mi ez. Igen, ez a kezem. Ez az elmém, amivel ezeket és ezeket tudom csinálni. Mégis pontosabban, részletesebben, hogyan és miként dolgozik, hogyan és miként működik. Ez egy nagyon nagy csoda az egészben, számomra. Még egy érdekességet az uszodához hozzátennék. Hárman jöttünk el végül is a akkori 3 naposra, illetve 3-an csináltuk végig, és a 17 éves fiam ugyanúgy végigülte az egészet. És neki annyira sok pozitív változást hozott a viselkedésében, a világhoz való hozzáállásában, hogy engem az csodálattal töltött el. Tehát ez az egész, ahogy működik, csendben, szépen, nagyon hatékony. És mostani elvonuláskor használom ezt az ösvényt, amelyik a szállásra vezet, át azon a nagy réten. A réten átvezető ösvény teljes sötétségben van. És nem szeretek lámpát használni, mert elveszi a látást. Tehát, hogyha lámpával megyek, akkor koncentráltan ide-oda valamit látok, gödröt esetleg, vagy valamit, de ilyen nincs itt. Meg lehet tanulni. Viszont, hogyha nem használok lámpát, és megyek az ösvényen, akkor egy idő után kiderül, hogy nincs is sötét. Mert a fény, az a szóródó fény, ami a környező városokból jön, vagy a csillagoktól, vagy a holdból, teljesen megmutatja. Ha kicsit sötétebb van, akkor jövök rá, hogy mikor megyek az ösvényen. Mert az ösvény az egy olyan kitaposott rész, amit hogyha nem is látsz, de érzel, vagy hallasz. Mert hogyha az ösvényen mész, akkor csendes vagy. Akkor nem surlódik. Ha egy kicsit letérsz róla, ott a fű. A fűben egészen máshogyan, más milyen hangja van a csizmának. Hogyha a másik irányba a diófa levelei alatt, na annak aztán zörög rendesen mindene. Tehát ezek csak pár pillanatok, pár gondolat arról, hogy
mit jelent számomra ez a zen, mit jelent ez az út, mit jelent ez a megtalált megtisztulási lehetőség, illetve a tehernek a letétele, amit a hétköznapi stressz okoz. És csak hálás szívvel tudom megköszönni mindazoknak, akik ezt a zen közösséget annak idején létrehozták, illetve működtetik, és nektek az együttgyakorlást tényleg csak hálás szívvel tudom megköszönni. Köszönöm szépen!